13. rész. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbaló. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszú tűrő, kegyes. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rúja fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. De legyenek bár jövendő mondások, eltöröltetnek. Vagy akár nyelvek megszűnnek, vagy akár ismeret eltöröltetik. Mert rész szerint van bennük az ismeret, rész szerint a prófétálás. De mikor eljön a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek. Minek utána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három. Ezek között pedig a legnagyobb. A szeretet. Tizennegyedik rész. Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a szellemi ajándékokat, leginkább pedig, hogy prófétáljatok. Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek. Mert senki sem érti, hanem szellemben beszél titkos dolgokat. Aki pedig prófétál, embereknek beszél épülésre, intésre és vigasztalásra. Aki nyelveken szól, magát építi, de aki prófétál, a gyülekezetet építi. Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de inkább, hogy prófétálnátok, mert nagyobb a próféta, mint a nyelveken szóló, kivévén, ha megmagyarázza, hogy a gyülekezet épüljön. Ha már most, atyám fiai, hozzátok megyek és nyelveken szólok, mit használok nektek, ha vagy kijelentésben, vagy ismeretben, vagy prófétálásban, vagy tanításban nem szólok hozzátok? Hiszen ha az élettelen hangszerek, akár fuvola, akár citera, nem adnak megkülönböztethető hangot, mi módon ismerjük meg, amit fuvoláznak vagy citeráznak? Mert ha a trombita bizonytalan zengést tészen, kicsoda készül a harcra? Azonképpen ti is, ha érthető nyelven nem beszéltek, mi módon értik meg, amit szóltok? Csak a levegőbe fogtok beszélni. Példa mutatja, oly sokféle szólás van a világon, és azok közül egy sem érthetetlen. Hogyha azért nem tudom a szónak értelmét, a beszélőnek idegen leszek, és a beszélő is idegen előttem. Azonképpen ti is, mivel hogy szellemi ajándékokat kívántok, a gyülekezet építésére igyekezzetek, hogy gyarapodjatok. Azért, aki nyelveken szól, imádkozzék, hogy megmagyarázza. Mert ha nyelvvel könyörgök, a szellemem könyörög, de értelmem gyümölcstelen. Hogy van hát? Imádkozom a szellemmel, de imádkozom az értelemmel is. Énekelek a szellemmel, de énekelek az értelemmel is. Mert ha szellemmel mondasz áldást, az ott lévő avatatlan mi módon fog a te hálaadásodra áment mondani, mikor nem tudja, mit beszélsz? Mert jó lehet, te szépen mondasz áldást, de más nem épül abból.
Hálát adok az én Istenemnek, hogy minnyájatoknál inkább tudok nyelveken szólni. De a gyülekezetben inkább akarok 5 szót szólani értelemmel, hogy egyebeket is tarítsak, hogy nem mint 10 000 szót nyelveken. Atyám fiai, ne legyetek gyermekek értelemben, hanem a gonoszságban legyetek gyermekek, értelemben pedig érettek legyetek. A törvényben megvan írva, idegen nyelveken és idegen ajkakkal szólok-e népnek, és így sem hallgatnak rám, azt mondja az Úr. A nyelvek tehát jelül vannak, nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek. A prófétálás pedig nem a hitetleneknek, hanem a hívőknek. Azért, ha az egész gyülekezet egybegyűl, és mindnyájan nyelveken szólnak, bemenvén az idegenek vagy hitetlenek, nem azt mondják é, hogy örjöngtök. De ha mindnyájan prófétálnak, és bemegy egy hitetlen vagy avatatlan, az mindenektől megfeddetik, mindenektől megítéltetik, és ilyen módon az ő szívének titkai nyilvánvalókká lesznek, és így arcra borulva imádja az Istent, hirdetvén, hogy bizonnyal az Isten lakik ti bennetek. Hogy van hát, atyám fiai? Mikor egybegyűltök, mindeniteknek van zsoltára, tanítása, nyelve, kijelentése, magyarázata. Mindenek épülésre legyenek. Ha valaki nyelveken szól, 2 vagy legfeljebb 3 legyen, mégpedig egymás után, és egy magyarázza meg. Ha pedig nincsen magyarázó, hallgasson a gyülekezetben, hanem magának szóljon és az Istennek. A próféták pedig 2 vagy 3 beszéljenek, és a többiek ítéljék meg. De ha egy másik ott ülő vesz kijelentést, az első hallgasson. Mert egyenként mindnyájan prófétálhattok, hogy mindenki tanuljon, és mindenki vigasztalást vegyen. És a próféta szellemek engednek a prófétáknak. Mert az Isten nem a visszavonásnak, hanem a békességnek Istene, miként a szentek minden gyülekezetében. A ti asszonyaitok hallgassanak a gyülekezetben, mert nincsen megengedve nekik, hogy szóljanak, hanem engedelmesek legyenek, amint a törvény is mondja. Hogyha pedig tanulni akarnak valamit, kérdezzék meg otthon az ő férjüket, mert égtelen dolog asszonynak szólani a gyülekezetben. Avagy kitőletek származott-e az Isten beszéde, avagy csak hozzátok jutott el. Ha valaki azt hiszi, hogy ő próféta vagy szellemi ajándék részese, vegye eszébe, hogy amiket néktek írok, az Úr rendeli azokat. Aki pedig tudatlan, legyen tudatlan. Azért, atyám fiai, törekedjetek a prófétálásra és a nyelveken szólás se tiltsátok. Mindenek ékesen és jó renden legyenek. 15. rész. Eszetekbe juttatom továbbá, atyám fiai, az evangéliumot, melyet hirdettem nektek, melyet be is vettetek, melyben állotok is. Amely által üdvözültök is, ha megtartjátok, ami némű beszéddel hirdettem nektek, ha csak nem hiába lettetek hívőkké. Mert azt adtam előtökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemettetett, és hogy feltámadott a 3. napon az írások szerint, és hogy megjelent Kéfásnak, azután a 12-nek. Azután megjelent több mint 500 atyafinak egyszerre, kik közül a legtöbben mind máig élnek, némelyek azonban el is aludtak. Azután megjelent Jakabnak, azután mind az apostoloknak. Legutolszor pedig mindenek között, mint egy idétlennek, nekem is megjelent. Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, aki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Istenek anyaszentegyházát. De Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok. És az ő hozzám való kegyelme nem lőn hiába való. Sőt, többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Akár én azért, akár azok, így prédikálunk, és így lettetek ti hívőkké. Ha azért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül feltámadott, mi módon mondják némelyek ti köztetek, hogy nincsen halottak feltámadása? Mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiába való a mi prédikálásunk,
de hiába való a ti hitetek is. Sőt, az Isten hamis bizonyság tevőinek is találtatunk, mivel hogy az Isten felől bizonyságot tettünk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha halottak fel nem támadnak, a Krisztus sem támadott fel. Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiába való a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Akik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjük lőn azoknak, akik elaludtak. Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is. Mert amiképpen Ádámban minnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban is minnyájan megelevenítetnek. Mindenki pedig a maga rendje szerint. Első zsenge a Krisztus, azután, akik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor. Aztán a vég, mikor átadja az országot az Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden birodalmat és minden hatalmat és erőt. Mert addig kell néki uralkodnia, míg nem ellenségeit mind lábai alá veti. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Mert mindent az ő lábai alá vetett. Mikor pedig azt mondja, hogy minden alája van vetve, nyilvánvaló, hogy azon kívül, aki neki mindent alávetett. Mikor pedig minden alája vettetett, akkor maga a fiú is alávettetik annak, aki neki mindent alávetett, hogy az Isten legyen minden mindenben. Különben mit cselekesznek azok, akik a halottakért keresztelkednek meg, ha a halottak teljességgel nem támadnak fel? Miért is keresztelkednek meg a halottakért? Mi is, miért veszélyeztetjük magunkat minden pillanatban? Naponként halál révén állok. A veletek való dicsekedésre mondom, amely van nékem a Krisztus Jézusban, ami Urunkban. Ha csak emberi módon viaskodtam Efezusban a fenevadakkal, mi a hasznom abból, ha a halottak fel nem támadnak? Együnk és igyunk, holnap úgyis meghalunk. Ne tévelyegjetek. Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok. Serkenjetek fel igazán, és ne vétkezzetek, mert némelyek nem ismerik Istent, megszégyenítéstekre mondom. De mondhatná valaki, mi módon támadnak fel a halottak, és mi némű testtel jönnek ki? Balgatag, amit te vetsz, nem elevenedik meg, hanem ha megrothadánt. És abban, amit elvetsz, nem azt a testet veted el, amely majd ki kell, hanem puszta magot, talán búzáit vagy más egyébét. Az Isten pedig testet ad annak, amint akarta, és pedig mindenféle magnak az ő saját testét. Nem minden test azon egy test, hanem más az embereknek teste, más a barmoknak teste, más a halaké, más a madaraké. És vannak mennyei testek és földi testek, de más a mennyeiek dicsősége, más a földieké. Más a napnak dicsősége, és más a holdnak dicsősége, és más a csillagok dicsősége. Mert csillag a csillagtól különbözik dicsőségre nézve. Éppen így a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámaszthatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatosságban, feltámaszthatik dicsőségben. Elvettetik erőtelenségben, feltámaszthatik erőben. Elvettetik érzéki test, feltámaszthatik szellemi. Van érzéki test, és van szellemi test is. Így is van megírva. Lőn az első ember Ádám élő lélekké. Az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé. De nem a szellemi az első, hanem az érzéki, azután a szellemi. Az első ember földből való földi. A második ember az Úr mennyből való. Amilyen a ma földi, olyanok a földiek is. És amilyen a ma mennyei, olyanok a mennyeiek is. És amiképpen hordtuk a földinek ábrázatját, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatját is. Azt pedig állítom, atyám fiai,
hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökölheti a romolhatatlanságot. Íme titkot mondok nektek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen, egy szempillantásban az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és a halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, amely megvagyon írva, elnyeletett a halál diadarra. Halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmad? A halál fullánkja pedig a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Azért, szerelmes atyám fiai, erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgolkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. 16. rész. Ami a szentek számára való alamizsnát illeti, amiképpen Galácia gyülekezeteinek rendeltem, ti is azonképpen cselekedjetek. A hétnek első napján mindenitek tegye félre magánál, amit sikerült összegyűjtenie, hogy ne akkor történjék a gyűjtés, amikor oda megyek. Mikor pedig megérkezem, akiket javaltok leveleitek által, azokat küldöm el, hogy elvigyék Jeruzsálembe a ti ajándékotokat. Ha pedig méltó lesz, hogy én is elmenjek, velem együtt jönnek. Elmegyek pedig ti hozzátok, mikor Makedóniába által menindek, mert Makedónián által megyek. Nálatok azonban talán megmaradok, vagy ott is telelek, hogy ti kísérjetek el, ahová menindek. Mert nem akarlak titeket éppen csak átmenet közben látni, de reménylem, hogy valami ideig nálatok maradok, ha az Úr engedi. Efézusban pedig pünkösdig maradok, mert nagy kapu nyílott meg előttem, és hasznos az ellenség is sok. Hogyha pedig megérkezik Timóteus, meglássátok, hogy bátorságos maradása legyen nálatok, mert az Úrnak dolgát cselekszi, mint én is. Senki azért őt megnevesse, hanem bocsássátok előtt békességgel, hogy hozzám jöhessen, mert várom őt az atyafiakkal együtt. Ami pedig Apollós atyafit illeti, igen kértem őt, hogy menjen el hozzátok az atyafiakkal együtt, de semmiképpen sem volt kedve, hogy most elmenjen, de majd elmegy, mihelyt jó alkalmatossággal észen. Vigyázzatok! Álljatok meg a hitben! Legyetek férfiak, legyetek erősek! Minden dolgotok szeretetben menjen végbe! Intelek pedig titeket, atyám fiai, hiszen tudjátok, hogy Sztefanásznak házanépe Akhája zsengéje, és ők a szenteknek való szolgálatra adták magukat, hogy ti is engedelmeskedjetek az ilyeneknek és mindenkinek, aki velük szolgál és fárad. Örvendezek pedig a Sztefanász, Fortunátus és Akhaikus eljövetelének, mert a bennetek való fogyatkozást ezek betöltötték, mert megnyugtatták az én szellememet és a tiéteket is. Megbecsüljétek azért az ilyeneket. Köszöntenek titeket Ázsia gyülekezetei. Köszöntenek titeket az Úrban felette, igen, Akvilla és Priscilla, a házuknál levő gyülekezettel egybe. Köszöntenek titeket az atyafiak minnyájan. Köszöntsétek egymást szent csókkal. A köszöntés a saját kezemmel, a Páléval. Ha valaki nem szereti az Úr Jézus Krisztust, legyen átkozott. Maranatha! Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme veletek. Az én szeretetem mindnyájatokkal a Jézus Krisztusban. Ámen.